Januári adóváltozások, többek között emelkedik a két gyermekes családok adókedvezménye, módosul a kisvállalati adó kulcsa, és több termék vagy szolgáltatás áfája is csökken majd. Átcímkézett almák saját hatósági zárral lepecsételt raktárát törte fel egy újfehértói gyümölcskereskedő, és mintegy 14 tonna megsemmisítésre váró gyümölcsöt címkézett újra. Segítség a diákoknak, a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány kuratóriumi döntése alapján 42 felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató részesült anyagi támogatásban. Számos adószabályváltozásra kell számítani 2017. január 1-től. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Többek között emelkedik a két gyermekes családok adókedvezménye, módosul a kisvállalati adó kulcsa, és több termék vagy szolgáltatás áfája is csökken majd, de az egészségügyi szolgáltatási járulék összege is változik, havi 7110 forint lesz jövő évtől. Januártól a baromfi hús is olcsóbb lesz, de a friss tej és tojás áfa kulcsa is 5%-ra csökken. Ezentúl az éttermi szolgáltatások és az internet előfizetések áfája is 18%-ra mérséklődik. 2017-től több adószabályváltozásra is lehet számítani, többek között a kisadózó vállalkozások tételes adója, azaz a kata is módosul. Duplájára emelkedik az éves bevételi értékhatára a katás vállalkozóknak. Ez azt jelenti, hogy 6 millió forintról 12 millió forintra növekszik ez az értékhatár. Természetesen ezután, a bevétel után 40%-os adókulccsal adóznak a 12 millió forint fölötti értékrésznél. Azonban figyelembe kell venni azt is, hogy az általános forgalmi adó mértéke ugye 6 millió forintról 8 millió forintra növekszik az áfa kötelezett adóalanyok esetében. A kisvállalati adókulcsa a jelenlegi 16-ról 14%-ra csökken, és enyhülnek a KIVA választásának feltételei is. Így az a vállalkozás választhatja majd, amelynek állományi létszáma az előző évben nem haladta meg az 50 főt. Január 1-től újabb 10 tevékenységi körben vezetik be az online kassa használatát. Ez közel 20 ezer vállalkozást érint országos szinten. Többek között a szoláriumok és masszázszalonok, taxisok és plasztikai sebészek szerepelnek a listán. De a családi adókedvezmény mértéke is változik. Két gyermek esetében 5000 forinttal 15000 forintra nő január 1-től. 2017. január 1-től az első házasok kedvezménye is megváltozik. Ez azt jelenti, hogy az első házasok 24 hónapon keresztül igénybe vehetik minden megkötés nélkül azt a kedvezményt, amelyet a NAV törvény biztosít a számukra. Hogyha valaki 2015. január 1-je után kötött házasságot, akkor korábban, hogy a családi adókedvezményre is jogosult volt, nem vehette igénybe ezt a kedvezményt, ugye a kettőt együtt nem lehetett használni. Ez a törvény azonban visszamenőleg is hatályos, tehát hogyha valaki a 2015. január 1-e után kötött házasságára vonatkozóan módosítja a 2015-ös évi SZIA bevallását, akkor ezt a kedvezményt igénybe tudja venni. Emelkedik majd az autóval történő munkába járás támogatása is. A költségtérítés 9 forint per kilométerről 15 forint per kilométerre nő. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege is módosul. Január 1-től lesz havi 7110 forint lesz. A végrehajtások elévülési ideje 4 évre csökken 2017-től, amíg a túlfizetéseket visszaigényelni 5 évig lehet majd. Saját hatósági zárral lepecsételt raktárát törte fel egy újfehértói gyümölcskereskedő, és mintegy 14 tonna megsemmisítésre váró almát címkézett újra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV és a kormányhivatal munkatársai EKR adatok alapján ellenőriztek egy újfehértói gyümölcskereskedést, melynek raktárában éppen almát csomagoltak. Az ott dolgozó 5 alkalmazott közül 3-at bejelentés nélkül foglalkoztattak. A vállalkozás emellett nem vezetett nyilvántartást a forgalmazott gyümölcsökről, és eredetüket sem tudta igazolni. A telephelyen talált mintegy 14 tonna jelöletlen almát lefoglalták, és a megsemmisítésig hatósági zár alá vették. A társaság vezetője azonban feltörte a hatósági zárat, és átcímkézte a gyümölcsöket. A vállalkozónak az igazolatlan eredetű áru forgalmazásán és a be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatásán túl hatósági zártörés miatt is felelnie kell, akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. A rászoruló hallgatókat segíti a Nyíregyházi önkormányzat. Ma 42 fiatal kapott összesen 1 millió 340 ezer forint értékben támogatást. A rászoruló hallgatókért közalapítvány kuratóriumi döntése alapján tanulmány eredménytől függően 45, 35 és 25 ezer forint összegű támogatásban részesültek a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók. Az első éveseket egységesen 20 ezer forinttal segítették.
Nyíregyháza rászoruló hallgatókért közalapítványának kuratóriuma pályázatot írt ki egyszeri, vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére, mondta a kuratórium elnöke. Pályázatot november közepéig nyújthattak be a hallgatók. Mindannyian tudjuk azt, hogy a felsőoktatásban tanulmányokat folytatni igen költséges dolog, akár mint szülőként, vagy hallgatóként is az ember ezt tudhatja. Ezen támogatás keretében azok a hallgatók igényhetek támogatást, akik jó tanulók, tehát 3,5 ezer felett vannak az átlaguk. Ezt ők a tanulmányi osztályon keresztül igazolták, tehát nem kredithez kötöttük, hanem átlaghoz, és differenciáltan adtuk a támogatást 45, 35 és 25 ezer forint a tanulmányi átlagtól függően. Az első éveseket egységesen 20 ezer forinttal segítették, idén így összesen 1 millió 340 ezer forinttal támogatták a rászoruló hallgatókat. A Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán tanulok dietetikusnak, és örülök ennek a kitüntetésnek, mert ez segítség a tanulmányaim támogatásához. Mire fogod költeni a pénzt? Valószínűleg vonatjegyekre, könyvekre és fenti megélhetésemre. Nekem például történelmi szakon nagyon sokat segítenek ezek a támogatások, hiszen a különböző szakmai kutatási tevékenységemet ezáltal nagyban segítik, és ezért nagyon fontos ez a kezdeményezés. Pályázatot azok nyújthattak be, akik legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhellyel rendelkeznek és első diplomájuk megszerzéséért tanulnak. Első éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során 360 pontot elérők kaptak támogatást, valamint az is szempont volt, hogy a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, azaz 57 ezer forintot. 47-en pályáztak, végül 42 hallgató részesült támogatásban. Karácsonyi műsorral zárta a 2016-os évet az EFO és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete. A sérült gyermekeket segítő szervezet a nyíregyházi Bárci Gusztáv általános iskolával együttműködve már több mint 10 éve szervez hasonló programot. Idén egy nyíregyházi gyár 1 millió forinttal támogatta a helyi szervezet munkáját. Legszebb álma mégis az, hogy mindenki szívébe költözékbe szent karácsony, Karácsonyi ünnepséget szervezett az EFO és Szabolcs megyei egyesülete. A szervezet alapítója Tarnai Otto 35 évvel ezelőtt a Bárci Gusztáv iskola igazgatója volt, így már hosszú évek óta szoros az együttműködés, ezért is ünnepeltek az intézmény tornatermében a gyermekek. Karácsonyi műsornak már több mint 10 éve van hagyománya, mindig itt rendezzük meg a Bárci Gusztáv általános iskola és diákotthonban, hogy kellőképpen sokan beférjünk, és legyen lehetőség az iskolásoknak is eljönni és velünk együtt ünnepelni. Természetesen nem csak az évfolyész tagoknak, hanem minden sérült gyermeknek, fiatalnak készülünk ilyenkor egy kis műsorral. A szervezethez jelenleg 1400-an tartoznak, az oktatásban, valamint korai fejlesztő neveléssel segítenek a sérült gyermekeken, de nappali otthont is működtetnek. Az ő munkájukat egy gumiabroncsgyár is támogatja. Az évfolyész számára 1 millió forintos adományt ajánlott fel a gyár nyíregyházi egysége. A célunk az az, hogy Nyíregyházán ne csak munkáltatóként legyünk jelen, hanem segítsük is a közösséget, tudjunk visszaadni annak a közösségnek, amelyből táplálkozunk, és így a figyelmünk az mindig elsősorban az iskolák felé fordul, illetve azok a közösségek felé, akik valamilyen módon hátrányosabb helyzetben vannak, mint a többiek, és így keresve sem találtunk volna jobbat, mint ez a szervezet, akit most támogatunk. Minden ember szeretettel fogunk földre imádkozni, az én kedves Istvánban Messiás boldogságot szokott hozni. A nyíregyházi Bárci Gusztáv iskolának jelenleg 300 tanulója van. Az évfolyésszel nem csak a karácsony közeletével szerveznek közös rendezvényeket. Fogadják a mi gyerekeinket, táboroztatják, különböző programokra meghívják, és ilyenkor karácsonykor mi is készülünk, mint intézmény a karácsonyra, és nagyon sok a hátrányos helyzetű gyerekünk, és nagyon örülnek minden ajándéknak, és akkor itt szponzorok bevonásával igyekszünk minél gazdagabbá tenni a karácsonyukat. A diákok számára szerda volt az utolsó tanítási nap 2016-ban, délutánra a nyíregyházi intézmény tanulói is karácsonyi produkciókkal készültek. Két gépjármű ütközött össze ma délben a 41-es számú főútvonalon Nyíregyháza belterületén. Az Orosi úti balesetet szabálytalan sávváltás okozta, az anyagi kár jelentős. Mivel a felek nem tudtak megegyezni, rendőri intézkedésre volt szükség.
Mérgezett egerészölyvet találtak Nyíregyháza külterületén a városgondnoki szolgálat munkatársai még szombaton. A madarat szakember kezelte az elmúlt napokban. Az öv teljesen felépült, ma délben engedték szabadon. Karácsony közelettével minden évben állatstoppot hirdetnek az állatvédők. Hogy miért, azt hamarosan megtudhatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Fennállása legsikeresebb esztendejét zárja a nyíregyházi kosársuli. Az egyesület felnőtt csapata a legutóbbi szezonban ezüstérmet szerzett az amatőr nemzeti bajnokságban, és jelenleg is élen áll a keleti csoportban, valamint bejutott a HEB kupa 4-es döntőjébe. A Szent Imre gimnázium csarnokában kedden megtartott hagyományos évzárón több mint 100 fiatal kosaras vett részt. A negyedik helyen tölti a téli szünetet a labdarúgó megyei első osztályban a rakamazi futballcsapat. Madalina György együttese újoncként 7 győzelem mellett 5 döntetlent játszott, és 3-szor szenvedett vereséget a bajnokságban, a Magyar Kupában pedig az NB1-es mezőkövest búcsúztatta a tiszapartiakat. Karácsony közelettével minden évben állatstoppot hirdetnek az állatvédők, sajnos mint hiába, hiszen évről évre egyre többen vásárolnak ajándékba kutyát, macskát gyermekeiknek. Az Állatbarát Alapítvány arra kéri az örökbefogadókat, hogy alaposan gondolják át döntésüket, hiszen egy állat befogadása nem néhány hétre, hanem jó esetben 15-20 évre szól. Hiába a figyelmeztetés, valószínűleg idén karácsonykor is sokan vásárolnak élő állatot, jellemzően kutyát vagy cicát ajándékba. Az új jövevény iránti kezdeti lelkesedés azonban a tapasztalatok szerint az ünnepek után hamar alábbhagy. Végül szegény állat, vagy egy menhelyen, vagy rosszabb esetben az utcán végzi, ahol étlen szomjan a hidegben túlélési esélyei a minimálisra csökkennek. Az állatvédők arra hívják fel a figyelmet, hogy bármennyire is romantikus és felemelő a gondolat, hogy egy kis négylábú élőlényt ajándékozzunk szeretteinknek, mégis próbáljuk ezt a kérdést racionálisan átgondolni. Nem javasoljuk karácsonykor élő állat ajándékozását szeretteinknek, hiszen egy felelősségteljes döntésről van szó, ami akár 15-20 évre is megváltoztathatja életünket, főleg a kölykök, azok, akik nagy törődést igényelnek, szétrághatnak lakásunkban, dolgokat játszanak, többször kell őket vinni, sétálni, valamint különböző dolgokra megtanítani. Ezért jól gondoljuk át, hogy mikor ajándékozunk szeretteinknek kiskutyát. Amennyiben alaposan megfontoltuk, és mégis amellett döntünk, hogy kutyus vagy cicus lesz a fa alatt, ne feledjük, hogy a befogadott kedvenc nem csak egy háromnapos vagy szezonális csoda, hanem gazdájaként a mi feladatunk, hogy egészséges és teljes életet biztosítsunk számára. Fennállása legsikeresebb esztendejét zárja a nyíregyházi kosársuli. Az egyesület felnőtt csapata a legutóbbi szezonban ezüstérmet szerzett az amatőr nemzeti bajnokságban, és jelenleg is élen áll a keleti csoportban, valamint bejutott a HEB kupa 4-es döntőjébe. A Szent Imre gimnázium csarnokában kedden megtartott hagyományos évzárón több mint 100 fiatal kosaras vett részt. 7 korosztályban több mint 150-en kosaraznak az NKS csapatában. Az egyesületnél már hagyomány, hogy karácsony előtt egy játékos sportvetélkedővel búcsúztatják az esztendőt. A 2016-os év több szempontból is emlékezetes marad a nyíregyházi lányok számára. A felnőtt csapat ezüstéremmel zárta az előző szezont, amivel fennállása legnagyobb sikerét érte el. A fiatalok szereplésére sem lehet panasz, így Farkasinszki Gyuláni edző elégedetten értékelhette az elmúlt 12 hónapot. Az, hogy az NB1 az második helyen végzett, így egyértelmű. Emellett az utánpótlás csapataink is azért minimum a 16-os táblára fölkerültek, tehát minden korosztályban. Igen, tehát szenzációs évet zártunk minden tekintetben. Természetesen jó lenne, hogyha még többen lennék, tehát még több gyerek lenne, akkor ugye még nagyobb lenne a merítési alap, és akkor talán az eredmények is még fényesebbek lennének, de talán nem is mindig az eredmény a legfontosabb. Az, hogy itt együtt vannak, sportolnak, nem csak otthon ülnek, én azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb is, ugye itt látszik most, hogy a gyerekek azok jól érzik magukat, szeretnek kosárlabdázni, és ettől fontosabb, én úgy gondolom, nem is kell. Az élvonalbeli csapatok által régóta csábított Papp Klaudia nyáron minden bizonnyal elfogadja a vasas ajánlatát. Az irányító elmondása szerint ebben az esztendőben is sikerült előrébb lépnie. Évről évre szerintem mindenki fejlődik. Én is úgy érzem, hogy egyre jobban teljesítek, és egyre magasabb szintekre lépek.
Farkasinszki Orsolya, aki már edzőként is dolgozik az egyesületnél, bízik abban, hogy tavasszal legalább olyan sikeresen szerepelnek majd, mint az őszi szezonban. Mindig az egy játékos cél, én azt gondolom, mindig úgy lép pályára, hogy nyerjen, és mindig az a célja, hogy minél előrébb végezhessen. Meg fogjuk tenni azt, amit tőlünk telik, mit most a HEP kupán is, illetve a bajnokságban is. Reméljük, hogy nem fogunk több vereséget begyűjteni, vagy maximum egyet. Tudnánk tartani ezt az első helyet, akkor azt gondolom, hogy pozitívan várhatnánk. Bejuthatnánk négybe, ott pedig már azt gondolom, hogy bármi lehet, akár egy döntő, de ha egy harmadik, negyedik helyért tudunk játszani, és esetleg ott egy bronzérmet szerezni, én azzal is elégedett leszek. A játékosok nem sok pihenőt kapnak, december 27-én már edzenek a Szent Imre gimnázium csarnokában. Az első felnőtt bajnokit január 8-án idegenben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ellen játssza az NKS. A HEP Kupa 4-es döntőjében a nyíregyháziakon kívül az Eltebe a Cújbuda a TFS-e és a Baja került be. Farkasinszki Gyuláni elmondta, hogy az egyesület pályázik a finálé rendezésére. A negyedik helyen tölti a téli szünetet a labdarúgó megyei első osztályban a rakamazi futballcsapat. Madalina György együttese újoncként 7 győzelem mellett 5 döntetlent játszott és 3-szor szenvedett vereséget a bajnokságban, a Magyar Kupában pedig az NB1-es mezőköves búcsúztatta a tiszapartiakat. Újoncként vágott neki a bajnokságnak a rakamazi futballcsapat, amely hullámzó őszi szezon produkált. A bajnokság felénél a negyedik helyen áll a Madalina György által irányított együttes, úgy, hogy jobb gólkülönbségével előzi meg az ötödik nagyhalászt. A szakvezetőben maradt hiányérzet az őszi szereplést illetően. Újonc létünkre tényleg újoncok voltunk. A bajnokságot nem is kezdtük jól. Otthon hazai pályán kikaptunk a Tuzsértól 1-0, úgyhogy 11-es strukkattunk a mérkőzés végén, és 91. perc az kimaradt, 91. percbe gólt kaptunk. És utána jött egy olyan sorozat, amivel elégedetnek kellene, hogy legyek, az is vagyok. 5 győzelem volt, 2 döntetlen. A 2 döntetlen olyan helyen bakta nagyhalász, ami úgy aránylag elfogadható. Az, hogy azokat a meccseket is meg lehetett nyerni, meg lehetett volna nyerni, az hab lett volna a tortán. Nem sikerült, de így is szereztünk 17 pontot. Viszont ami azután következett, annak nagyon nincs magyarázata. 5 mérkőzésből szereztünk 3 pontot, tehát 12-t buktunk. Ha annak a fele megvan és hozzáadjuk a mostani pontunkhoz, akkor azt mondanám, hogy elégedettek vagyunk, mert akkor ott vagyunk a dobogón. Talán még egy kicsit megiszoríthattuk volna a Balkányt. A téli időszak egyben az átigazolás időszaka is. Madalina György is szeretné, ha sikerülne megerősíteni csapatát. Ilyenkor nagyon nehéz, mert ilyenkor 2 egyesületnek meg kell egyezni, csak úgy jöhet el a játékos. Sok játékos nem is akar váltani. Nagyon közel van még az átigazolás, a júliusi, és akik oda mentek, akkor azok nem hiszem, hogy fognak váltani. Viszont magyarázatképpen a bukott 12 pontra talán még azt lehetne fölhozni, hogy a támadójátékunk azért nem egy vértes valami volt, és hogyha játékost tudunk igazolni, akkor ezt a csapatrészt szeretnénk megerősíteni. A rakamaz január 10-én kezdi el a felkészülést. A csapat az MLS megyei igazgatósága által kiírt teremtornán és műfős nagypályás tornán igyekszik megfelelő állapotba kerülni a tavaszi rajtra. Most pedig híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Számos adószabályváltozásra kell számítani 2017. január 1-től, többek között emelkedik a két gyermekes családok adókedvezménye, módosul a kisvállalati adó kulcsa, és több termék vagy szolgáltatás áfája is csökken majd, de az egészségügyi szolgáltatási járulék összege is változik, havi 7110 forint lesz jövő évtől. Saját hatósági zárral lepecsételt raktárát törte fel egy újfehértói gyümölcskereskedő, és mintegy 14 tonna megsemmisítésre váró almát címkézett újra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy vizsgálat során jelöletlen almát foglaltak le, és a megsemmisítésig hatósági zárral ávették az árut. A társaság vezetője azonban feltörte a hatósági zárat, és átcímkézte a gyümölcsöket. A rászoruló hallgatókat segíti a nyíregyházi önkormányzat. Ma 42 fiatal kapott összesen 1.340.000 forint értékben támogatást. A rászoruló hallgatókért közalapítvány kuratóriumi döntése alapján tanulmányi eredménytől függően 45, 35 és 25 ezer forint összegű támogatásban részesültek a felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók. Az első éveseket egységesen 20 ezer forinttal segítették.
A Kölcsei Televízió híradóját látták december 21-én szerdán. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongos időre számíthatunk, hideg párna épült ki térségünkben, emiatt a következő napokban is folytatódik a jobbára borongós, párás, napközben is fagyos idő. Az éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, párás lesz a levegő, éjszaka zúzmarás ködés képződhet. Ónos szitálás, hószálingózás egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 fok körül alakul. Holnap napközben túlnyomóan borult lesz az ég, párás lesz a levegő, az esti óráktól zúzmarás ködés képződhet. Ónos szitálás, hószálingózás egyaránt előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet -3 fok körül alakul. Fronthatás nincs térségünkben. A hétvégén az időjárási frontok már közelebb kerülnek hozzánk, el is érik térségünket, ám komolyabb változás csak vasárnaptól várható. Addig folytatódik a csendes, nagyobb részt borult, párás, hideg téli időjárás. Vasárnap és a jövő hét elején viszont a megerősödő szél egyre több helyen felszaggatja a zárt felhőtakarót, és elszórtan eső, ónos eső, havazás is lehet. Enyhül az idő, emelkedik a nappali felmelegedés mértéke.